Sziasztok, Görbic Anita vagyok, nézzétek ti is a Zeneshow TV-t. Nem kellett felrázni ezt a csapatot. Tehát átbeszéltük a tanulságokat, megbeszéltük azt, hogy mik azok a szakmai problémák, és mik azok a mentális, morális problémák, amiket nem követettünk el, vagy amit mindenképpen javítani kell. Én úgy gondolom, hogy ez ma jól sikerült. De hát azt is látjuk, ugye, hogy nem volt elég arra, hogy a szupercsodát megcsináljuk. Én ez a mai teljesítménnyel úgy gondolom, hogy nem lehetek elégedetlen. A közönségük borzasztó nagyot segített nekünk. Hát mi hoztuk magunkat ilyen helyzetbe, ugye a kinti meccsünkkel, és szinte, hát így most már lehetetlen küldetés volt, de örülök, hogy a csapat ilyet küzdött, úgyhogy voltak hibák, mindenki hibázott, voltak nagyon jó teljesítmények, de most a csapat az most nálam nagyon jól szerepelt, úgyhogy hát végül is megvertük a Viborgot, de kint kellett volna sajnos. Megint az első 15 percben azt hagytuk, hogy a Viborg a mi pályánkon a saját játékát játsza. Az első fél időben egyszerűen nem tudtunk úgymond túlendülni, nem tudtunk elmenni 2-3 góllal nyugodtan szünetre. Megbeszéltük szünetben, hogy felrakunk mindent egy lapra, hogyha sikerül darálni és ebből gólokat lőni, gyors gólokat lőni, akkor próbáljuk valahogy megtartani védekezésből és rohanni. Hála Istennek a Torstenson pirosat kapott, így fellazult középen a védelmük. Azt látom, hogy tudunk így is, és ez alá nem szabad adnunk. Szóval ez a Ferencváros, itt mindig meg kell halni a pályán, és így kell meghalni, ha meg kell. A közönségünk szerintem ma nagyon, nagyon csodálatos volt, amikor hárommal ment a Viborg, akkor majd fölrobbant a csarnok, annyira szurkoltak, ez is nagyon húzott minket előre. Én nagyon büszke vagyok erre is, hogy így kiálltak mellettünk. És hát igen, ahogy mondtad, így jobb kiesni, de nem jó sok kiesni, úgyhogy most azért még elég ideges vagyok amiatt, hogy mindig, amikor ott lehettük volna, megint azok a kis nüanszok, és ebben tavaly nagyon jók voltunk, ezt nagyon jól elbírtuk mentálisan. A játékosok fejében is benne van az, hogy a világ végéig nem tudunk csodát és bravúrt csinálni. Én azt mondom, hogy most egy picit pihenésre van szüksége mindenkinek, elsősorban idegi pihenésre, és ez a csapat az újra jól fog működni. Tehát mondom, hogy igazából ennek csak lélektani okai vannak.